Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a karácsonyi ünnepségünkön. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, hozzátartozókat, az iskolavezetés tagjait, a tanító néniket. Ez az ünnepség záró eseménye a Luca naptól karácsonyi című projektnek, melynek szervezői és lebonyolítói Hanyeszné Vígi Bolya és Egriné Csomor Éva tanítónénik voltak. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel a második A-osztályosok műsorát. Tehát ebben a családban éltek apuka három gyermekével,
lámpájukkal. Szerényen éltek a hegyek között, ahol sokat esett a hó, s nagy fák árnyékolták kis házukat. A madár is ritkán tévedt arra, szerényen, de boldogan éltek. Napjaikat Dani kamaszos magassága, szófogadatlansága zavarta meg. Sokszor lázadt apja ellen, és két testvére is nyugodt a nyakán. De mikor öccse, Tibi, szánkózás közben megsérült, Dani fáradtságot nem kímélve, segítségért indul át az imankós erdőn, folyón. A történteket látva megérkeztek a kis angyalok, hogy óvják a gyerekeket, és elhatározták, hogy rendbe teszik a család zűrös életét, s túlják a Dani eszét. Mindent elkövetnek, hogy Daniból jóra való, illemtudó, család szerető fiút neveljenek. Kíváncsiak vagytok, sikerül-e neki? Yeah.
Miután az angyalok elmentek, Dani ismét rosszban sántikál. Csábítja a szabadság, a játék, az izgalom. Viszont a szánkózás kellett jó munka, győzte is Tibi. Igen. Dani, ez veszélyes móka. Ti még túl kicsi, az lenne a dolgot, hogy vigyázz rá. Azt teszem meg, hogy úgy halálra ugyunk magunkat. Emília aggódva figyel. Már elég magasan vagytok. Nem félsz, ugye Tibi? Nem. Ezt már nézd is elbírom. Egyikőknek be kell menni a városba. Keresztül a hegyen, utána meg a folyón is. Sikerülnie kell, bármire képes vagyok, azonnal indulnom kell. Addig én vigyázok Tibire. Most aztán még nagyon, Dani nagyon megijed. Elhatározta, hogy minden akadályon és nehézségen át megmenti kisöccsét. El is indult, ám arra nem számított, milyen akadályokon kell átvergődnie. Most már segítsünk Daninak, rendben angyalok! Éjszakadás, földindulás, totális káosz, valljuk be, hogy nem mi vagyunk a legklasszabb angyalok. Lehetnénk, hogyha megpróbálnál. Öregem, légy már erősebb. Kénytelenek leszünk jobbak lenni.
Kint a havason már nagyon hideg van. Gyerünk, cserkés, haladnunk kell. De merre menjünk? Ne izgulj, tudom az utat. Cserkés, kutyuskát. Nagyon hideg van. Lesír gazdám, itt vagyok, segítek. Vigyázz, cserkés, szakadék! Siessünk, ne engedjük, hogy cserkés belessen! Cserkés, kutyuskám, örülök! De nem működik. És kik vagytok? Ja, mert tudok, nagyon hasonlítasz az édesapádra. Micsoda? Én semmi nem sem hasonlítok az apámra. A bácsi ismeri az apám? A háborúban ismertem meg. Meglőtte, én elájultam, az apám segített a bajban, kérdeztem, mi készítette, azt mondta, nem tehetem más. Hűha! Ezt ő mondta! Bizza, fiam! Én akkor azzal válunk hősök, hogyha a szívünk szerint cselekszünk. Köszönöm, hát apu, nagyon sokat segített. Hogy ez milyen szívkacsaró történet? Na, Dani és Cserkész tovább indul! Küldjük el neki a rénszarvasunkat! Thank you.
igazi. Sok viszontagság után megérkeztek a doktor házához. Tessék, ki az? Doktor néni, hát sérült az öcsém, segítségre van szüksége. Mi történt, kisfiam? Közőségem miatt rossz hadság, sborsodoltam az öcsémet. Hát nagyon megvágnak, kérem segítsen. Menjünk, fiam, de ebben a nagy hóban, zimánkóban nem tudunk egyedül visszamenni. Hívjuk segítséget, menjünk a templomba, és hívjuk a barátainkat. Thank you.
köszönni a másodikás tanulóknak, hogy elvarázsoltak bennünket az előadásukkal. Szeretnék gratulálni Hanyaszné Vigi Bolya tanítónéninek a műsor összeállításáért. Szeretnék köszönetet mondani Skorka Erzsike tanítónéninek a segítségét. Köszönjük Olá Péter segítségét. És külön szeretném megköszönni az összes szülőnek, akik segítséget nyújtottak abban, hogy ez a műsor létrejöhessen. És akkor ezzel szeretnék én is mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánni, a téli szünetre pedig jó pihenést. Még mielőtt elvonulunk, szeretném elmondani, hogy az iskolai fenyőfa alatt egy meglepetés vár minden osztály, méghozzá az osztályok szülői munkaközösségének tagjai készítettek ajándékot, a szülők ajándéka vár benneteket. Megkérek majd minden tanítónénit, hogy az osztályból két tanulót választanak ki, akik majd elhozzák a